nem csak helyiek vagyunk, hanem sok helyről jöttünk. Fehér megyéből, Tolna megyéből, természetesen Baranyából és Somogyból, és hát bőven van választék. Legtöbb galambot hoztunk magyar díszpostából, amerikai óriáspostából, talán a színvonal is ezeknél a fajtáknál a legjobb. Nagyon jól szerepeltek a kingek, mondénok és röppostából is kiemelkedően szép galambokat hoztak. Látható a képsorokon, hogy az iskolás tanulók is meglátogatták a kiállítást, ezek szerint az egyesület és az iskola között jó a kapcsolat. Természetesen így van, évek óta közösen hirdetjük meg a rajzkiállítást. Itt láthatók az iskolásoknak a rajzai. Ezzel is szeretnénk egy kicsit nevelni a gyerekeket a kisállattenyésztésre, a természet szeretetre, és én remélem, hogy néhány gyereket legalább majd sikerül beoltani, hogy majd ha felnőtt lesz, legyen ő is kisállattartó. És szeretném még azt is elmondani, hogy mi szervezzük a díjaknak az átadását is. A Tolna megyei Agrárgazdasági Kamara igazgatónőjétől is kaptunk ajánlatot, ők is hozzájárulnak majd a díjkiosztáshoz, meg a nagydörögi Csemege Mix üzletház is, hát természetesen az egyesületünk is adja díjakat a legjobb rajzot elért gyerekek részére. Hogyha ezt így néhány mondatban el lehet mondani a laikusok számára, hogy ilyenkor mit vesznek figyelembe a bírálók a bírálat során? Ugye minden galambfajtának megvan a standard leírása, ami alapján értékeljük mi a galambokat. Azok a galambok nyernek, ami leginkább megközelíti a standard előírásokat. Sajnos néha bekerül olyan galamb is ebbe a kiállítási csoportba, ami nem közelíti meg, azokat ki kell zárni, vagy nem szabad értékelni. Nehogy félrevezesse a tenyésztőket a valós standard felé. Országos szinten ez a nagydörögi kiállítás a szokványos többi egyesületek által összehozott, létrehozott kiállításoknak megfelel. Darabszámba is, minőségbe is. Mondhatom azt, hogy egyre több támogatónk van. Elsősorban gondolok itt az önkormányzatra, aki pénzzel is támogatta a kiállítást, meg munkaerőt is adott. Az iskola a másik ilyen támogató, aki ingyen és bérmentve odaadja a sportcsarnokot erre a célra, meg hát magánszemélyek is sokan támogatták, cégek is. Ezek a támogatóinknak a névsora az bent lesz a katalógusban, tehát aki katalógust vesz, az megnézheti azt, hogy 10-12 támogatónk van, akit külön is ki kellett emelni, mert anyagilag vagy egyéb feltételek mellett támogatják a kiállításunkat, amelyet innét most is szeretnék megköszönni. Szeretettel várunk minden látogatót, szombaton reggel 8 órakor nyitunk, és este 6 óráig lesz nyitva a kiállítás, vasárnap szintén 8 órakor nyitunk, és 1 óráig tart a kiállítás, úgyhogy ebbe az időszakba szeretettel várunk minden látogatót.